A ceglédi KKS-ek kék cápák mindegyik pályára lépő korosztálya nyerni tudott az aktuális bajnoki fordulójukban. A felnőttek az MB2 rájátszásában hazai pályán fogadták a Tiszavolán SC-t. Az U15 a második osztály második csoportjában Gyulán nyert a Tiszaföldvár és a Makó ellen. Az U13 pedig Lajos Mizsén győzte le a házigazdát, majd az Aranyszarvast. Május első vasárnapján rendezték az U17-es korosztály utolsó harmadik kötött fogású válogató versenyét és U9-es gyermekgálát Cegléden az Ungvári Miklós Judo Központban. A ceglédiek a két korosztályban 12 fővel mérlegeltek. Eredmények: gyermek harmadik helyezett Kuruc György István, második helyezett Halmi Viktor, harmadik hely Bori Marcell. U17 45 kg-ban első Zatkó Gergő, 48 kg-ban második Barna József, 51 kg-ban első Kis Rómeó, 60 kg-ban ötödik Mitrovics Mihajló, 71 kg-ban első Budai Ferenc, 80 kg-ban ötödik Ungvári Tibor. A csapatversenyben első az ESMTK, második a CVSE, harmadik az FTC. Előrehozott mérkőzést játszott az MB2-es asztali tenisz csapat. A fő cél a bennmaradás volt. Ezt sikerült is elérni függetlenül a hátralévő fordulóktól. A TSK Szeged 2, Superinfo CVSE 2, 7-11. Az MB3-ban a Vác otthonában sikerült pontot szerezni, ami azt jelenti, hogy továbbra is első helyen áll a ceglédi MB3-as csapat a közép-magyarországi csoportban. Az NB1-ben pedig sikerült visszavágni a kellemetlen őszi vereségért. Ezzel a sima győzelemmel a csapat stabilan áll az NB1-es bajnokság harmadik helyén. A cél ennek megtartása. Superinfo CVSE 1, KSI 1, 9-5.